Sok szeretettel köszöntelek Nagy Veronika Mindig van remény YouTube csatornáján. A mostani téma a szeretet. Mit is jelent a szeretet és szeretni? A szeretet egy nagyon fontos érzés az életünkben, a lélek legtisztább kifejeződése, amely fényt és boldogságot hoz az életedbe, feltölt és életerőt ad. A szeretet hatalma megfoghatatlan, láthatatlan. Csak érezni lehet, és aki érzi, boldog. Aki szeretni képes, vidám ember, s akit viszont szeretnek, övé a világ. Vannak emberek, akiknek meg kell tanulniuk, mi az a szeretet, és mi az szeretni. Olyan emberek, akik gyermekkorban, vagy talán egész életükben nem kaptak figyelmet, megértést, egy jó szót. Vannak olyanok is, akik nem tudják kezelni a helyzetet, amikor szeretetet kapnának, mert nem volt még az életükben ilyen érzés. Van, aki nem meri elfogadni a szeretetet, mert eddig csak a bántalmat kapta életében, és nem tudja kezelni a helyzetet. Meg kell tanítani, meg kell értetni vele, hogy szeretlek, szeretni akarlak. Csak engedd be az életedbe ezt az érzést. A szeretet hiánynak a családi háttér az oka. Aki gyermekkorában nem kapott szeretetet, odafigyelést, gondoskodást. Az ember életében, de különösen egy kisgyermek, egy fiatal számára a létszükséglet a szeretet. Ő csak azt akarja, hogy szeressék és gondoskodjanak róla. Csak a gondoskodás nem elég. Ha a gyermeket szülei nem szeretik, nem kap szeretetet, nem él harmóniában. Olyan megrázkódtatás éri ezáltal, amit élete végéig nem, vagy csak nagyon nehezen tud feldolgozni. Mennyien vannak, akik úgy érzik, őket nem szeretik, és ezt a véleményt önmagukról nem akarják megváltoztatni. Mindez gyermekkorukból származik, pontosan a szülői szeretet hiányából. A gondoskodás és a törődés valakivel, vagy valamivel nem ugyanaz, mint szeretni. Van, amit csak kényszerből teszel meg, mert rád terhelődik a feladat. Bármit teszel, tedd szeretettel. Mint amikor van egy kutyád, vagy egy kis állatod, vagy akár virágod, amiknek szintén vannak érzelmeik. Érzik a szeretetet, de érzik a haragot és a gyűlöletet is. Figyeld meg a kutyádat, az állatot, amit tartasz. Ha ideges vagy, ő is ideges lesz. Nyugtalanul viselkedik, nem fogad szót. Ha megnyugszol, ő is megnyugszik. A növények jobban, szebben fejlődnek olyan helyen, ahol szeretetteljes légkörben vannak. Ha szeretsz egy virágot, ne tépd le. Ha letéped, elpusztul és eltűnik az, amit szerettél. Ha szeretsz egy virágot, hagyd élni. A szeretet nem a birtoklásról szól. A szeretet a nagyra becsülés jele. A szeretetnek több fajtája is létezik, mint például a baráti szeretet és a szerelem. A baráti szeretet alapja a kölcsönös bizalom, megértés, összetartás. A szerelem odaadás, gyengédség, harmónia, és hogy a szerelemben kapok viszonzást. A szeretetnek vannak fokozatai. Nem szerethetünk mindenkit egyformán. Van a baráti szeretet, szülői, gyermeki szeretet. Lehet szeretni szerelemmel, teljes odaadással. A szeretetnek csak akkor van bármi értéke, ha a másik ember is érzi azt. Ha ez az adott érzés kölcsönös. Nincs jobb érzés, mint hogyha szerethetünk valakit. Mellette lehetünk, ha vigasztalhatjuk, megölelhetjük. A szeretet egyben bizalom és megértés is. A másik elfogadása, kitartás a másik mellett. A szeretetet nem lehet kierőszakolni.
hanem ki kell érdemelni. A viselkedésünkkel, a hozzáállásunkkal, viszonzással. Szeress, hogy szerethessenek téged. A szeretetben a szívünkkel látjuk egymást. A szeretet a lelkek közötti kapcsolat, amely által az összetartás élményét éljük át. Egy egészséges kapcsolat, házasság, családi élet, szülő-gyermek közötti kapcsolat a szeretetről, tiszteletről, megbecsülésről kell, hogy szóljon. Segíteni egymást. Fontos az egymással való törődés. Ahol jelen van a szeretet, ott a nyugalom és a béke beköltözik az életünkbe. Egy házasság, egy kapcsolat nem arról kell, hogy szóljon, hogy bármelyik fél uralkodjon a másik felett, hogy a másik korlátozva éljen, hanem a szeretetről, odafigyelésről, egymásról való gondoskodásról kell, hogy szóljon, egymásért élni, igaz szeretetben. Egy kapcsolat szilárd összeköttetéséhez nem egyformának, hanem egymással harmonizálónak, összeillőnek kell lennünk. Egy házasságban, egy kapcsolatban két ember kiegészíti egymást, nem uralkodnak egymás felett. Egy igazi párkapcsolatban a szeretet és a tisztelet kölcsönös. A gyermeknek a szülők jó kapcsolata teremti meg a fejlődéséhez szükséges biztonságos légkört. Ha a gyermeknek olyan körülmények között kell felnőnie, ahol a szülők pusztítják egymást, akiktől az ő léte, sorsa függ, szorongani fog, és mihely is teheti, elmenekül ebből a légkörből, ebből a veszélyzónából. De ott, ahol a szülők egymást szeretik és tisztelik, jól érzi magát. Ezért a szülőknek az egymással való kapcsolatok ápolására legalább annyi időt és energiát kell fordítaniuk, mint a gyermekkel való törődésre, a gyermek érdekében. Ne törd a gyermek lelkét, hanem szeresd. A gyermekek értelmet és örömet hoznak az életünkbe. Egy kis gyermek a család lelke, egy erős kapocs, mely összefogja a családot. Egy kisgyermek, amikor elkezdi az életét, bekerül egy családba, amitől, akiktől függ az élete. Lelke sérülékeny. Szeresd, vigyázz rá. Végtelen türelmet, végtelen szeretetet, odafigyelést kíván. A szülők élete az a képeskönyv, amit a gyermek először olvas. Az számít, amit egymásért teszünk. Megtanulni igazán, tiszta szívből szeretni, merni kimutatni az érzéseket, érzelmeket. Mert hiszen mindannyiunknak szükségünk volna a szeretetre, a türelemre, egy megértő szép szóra. Óriási érték a család, a szerelem és a barátság. A szeretet az a ragasztó, amely összetartja a családokat, a barátokat és a közösségeket. Energiaforrás, amelyből az élet táplálkozik, hogy jobb legyen. A szeretetből sohasem elég az ember életében. A valódi szeretet feltétel nélkül ad. Pillanatnyi érzés, pillanatnyi ajándék, ami fontos az életünkben. A szeretet biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed. Tanuld meg kimutatni a szeretetedet, melynek minden apró érintése létfontosságú mindannyiunk életében. Engedd, hogy utat törjön az életedbe a szeretet és a boldogság, ami pillanatnyi ajándék, kézzel nem fogható, hanem érzéssel, jó érzéssel áraszt el. Amikor látjuk mások szemében a hálás csillogást, ha örömet szerzünk nekik, egy figyelmességgel, tisztelettel, előzékenységgel, segítségnyújtással, szeretettel. Amikor szeretünk valakit, vagy szeretetet árasztunk mások felé, akkor érezzük, hogy milyen jó érzés adni. Milyen melengető érzés, amikor megérint,
átölel, átkarol az, aki szeret téged. Akár a kedvesed, a szerelmed, a gyermeked, vagy legyen az egy baráti szeretetteli ölelés. Élvezd a pillanatot, a percet, amit szeretteiddel tölthetsz. Értékeld, amikor jókedvű, boldog a családod. A sok szép és jó, amit az életben kapunk. Szeretet, igaz szerelem, boldogság, siker. Ez mind az élet ajándéka. Ezért ezeket a dolgokat nagyon meg kell becsülni. Óvd a családod, az otthonod melegét. A szeretettel együtt jár a megbocsájtás. A nehéz, haragos, sérelmekkel vagy fájdalmakkal teli helyzetekben is lásd meg a béke szikráját. Életünkben fontos a megbocsájtás. Engedd el a dühödet, a sértettségedet. Addig nem tudsz a jelenben élni, amíg a múlt terhelő súlyát kell cipelned. Nem kell elfelejtened a tetted, de bocsáss meg a másik embernek, így békében élhetsz. A szeretet ad és megbocsát. Az igaz feltétel nélküli szeretet a másikat felemeli. Adok, de nincsenek elvárásaim. Mert amit adok, a szeretetből adom. Nincsenek elvárások, csak a feltétel nélküli szeretet van. Legyen az párkapcsolat, legyen az szülő-gyermek kapcsolata. Ha szeretünk, nem uralkodunk egymás felett. Akkor szeretjük igazán társunkat, gyermekünket, barátainkat, ha lehetővé tesszük számukra önmaguk kibontakoztatását, érvényesülését. A szeretettel együtt jár az elfogadás, nem akarom megváltoztatni a másikat. Nagyon fontos, hogy mindemellett, hogy másokat szeretünk, szeressük önmagunkat. Fontos önmagunk szeretete, elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, elégedett vagyok. Sokan panaszkodnak arra, hogy nem kapnak elég szeretetet, segítséget másoktól. Aztán jobban megismerve a körülményeket, gyakran ráébredünk. Sok elkeseredett ember csak kapni szeret, adni viszont nem. Pedig szeretetet, odafigyelést, segítséget csak az kaphat, aki maga is ad. Annyi szeretetet várhatsz vissza, amennyit te magad is adsz. Ne csak elvárásaid legyenek, hanem te magad is adj. A szeretetet nem lehet kierőszakolni, a szeretetet és a tiszteletet ki kell érdemelni. A családi élet, a szeretet, a boldogság fenntartása nem alkalmanként szükséges, hanem folyamatosan, minden megszakítás nélkül. Az számít, amit egymásért teszünk. Megtanulni igazán, tiszta szívből szeretni, merni kimutatni az érzéseket, érzelmeket, mert hiszen mindannyiunknak szükségünk volna a szeretetre, a türelemre, egy megértő szép szóra. Az életünk erőt hordoz, csak tudni kell vele élni. Az élet útján építkezés van végig, kinek-kinek a maga útján, türelemmel, szeretettel. Szeretet nélkül üresek vagyunk. Ha szeretsz, akkor létezel.